kullancsok nagyjából 300 betegséget terjesztenek, ezek közül az emberre csak néhány veszélyes. Hazánkban a két leggyakoribb megbetegedés a Lyme-kór és a vírusos agyvelő és agyhártya gyulladás. Éppen ezért a megelőzés érdekében és a helyes kullancs eltávolításról hasznos kisfilmet állítottak össze a Semmelweis Egyetem szakemberei. Azt mutatják meg, milyen eszközökkel és hogyan lehet otthon biztonságosan eltávolítani a kullancsot. Egyetlen szabály van a kivételnél, hogy ne nyúvasszuk meg a potrohát, hogy ne trancsírozzuk szét a bogarat, úgy furja bele a fejét a bőrbe, ahogyan az óramutató jár, vagy ahogyan betekerjük a csavart, és visszafelé csavarva kell kivenni. Meg kell fogni, van egy ilyen spéci kullancsipesz, minden patikában kapható, csak pár forint nem kerül sokba, vagy pedig olyan szemöldökcsipesszel, ami egy pontban fog össze, mert a lényeg az, hogy ne nyomjuk szét a bogarat. A szakemberek arra a tévhitre is felhívják a figyelmet, hogy az apró vérszívók nem a fákról esnek ránk. Sokkal inkább a magasabb fűszálakról, bokrok leveleiről kerülnek a testünkre. Ha csípést észlelünk magunkon, akkor a legfontosabb tényező az időfaktor. Minél tovább van a bőrünkben a kullancs, annál inkább nő a fertőzés veszélye. Amennyiben a kullancscsípés helyén 24 órás lappangási idő után legalább 3 napja fennálló és több centiméteres kör alakú vagy ovális, nem fájdalmas és nem viszkető bőrpírt észlelünk, mindenképp forduljunk orvoshoz, mert ez esetben felmerülhet a Lyme-kór gyanúja is akár. A helyét kell figyelni, nagyon jellegzetes az az eritéma, az a piros folt, ami a helyén van. Először csak egy picike foltocska, az nem jelent eritémát, hanem egy jellegzetes kör alakú folt, ami a széle éles, kontúros, és a közep elhalványodik, és ez a folt egyre nagyobb-nagyobb, akkor irány az orvos, akkor diagnosztika és kezelés, gyógyszerszedés. A házi orvos hozzátette, a kullancsoktól való félelem miatt nem érdemes lemondani a túrákról, kirándulásokról, ez esetben érdemes zárt ruházatot, zárt cipőt viselnünk, és jó, ha van nálunk kullancsriasztó spray.